Jó estét kívánok! Ez a Művész Bejáró, Békés megye kulturális magazinja. Mai adásunkban Csuta Györggyel festőművésszel beszélgetünk a Csabai Szalonról, illetve a Békéstáji Művészeti Társaság legújabb kiállításáról, művészetéről, árzpolitikájáról. Beszélgetésünk előtt nézzük meg a Csabai Szalonról készült összeállításunkat. És kötekedő címboráikat agyonverjék. Csak egyszerű, faragatlan asztalok és ugyanilyen vendégek találhatók az ilyen helységekben. A tárlat megnyitója rendhagyó módon a földszinten vette kezdetét, ahol Kerepecki Nóra, az intézmény kreatív munkatársa, Rejtő Jenő a Láthatatlan Légió című művéből adott elő egy részletet. Ezt követően Boros Péter szobrász mutatta be legújabb alkotását. Csuta György festőművész idén is csatlakozott a kiállításhoz, csak úgy, mint az előző 22 Csabai Szalontárlathoz. Folyamatosan dolgozom. Nem egy képet festek, hanem több képet festek egyszerre. Amikor egy képpel úgy elakadok, akkor azt mindig befordítom a műterem falához, és akkor napokig nem is nézek rá, amikor megakad az ember. Aztán amikor úgy eszembe jut, megfordítom, és sokszor 2-3 ecsetvonással helyére tud a kép kerülni, amit abban nem láttam bele akkor, amikor csináltam. A kiállítást megnyitó Mészáros Zsuzsa múzeumpedagógus kiemelte, hogy remek anyag, több mint 50 kép gyűlt össze a helyi vagy a városhoz kötődő alkotóktól. Nem nagyon tudok olyan munkát, ami ne illene ide, vagy ne illene bele a csapatba, úgyhogy nagyon nagy öröm ez, hogy Békés Csabán is ennyiféle, ilyen színes palettája van mind a stílusoknak, mind pedig a technikáknak, tehát nagyon sok minden. Ha most még rajztanár lennék, akkor elhoznám a gyerekeket, és itt nagyon sok mindent meg tudnék nekik tanítani ezekkel a képekkel. Az intézmény igazgatója kitért a Csabai Szalon kezdeteire és annak céljára. Azért született meg, mert itt akkor még ugye ifiháznak hívtak bennünket, akkor arra gondoltunk, hogy a helyi művészeknek nincs egy bemutatkozó fóruma, illetve a csabai közönségnek nem adatik meg az a lehetőség, hogy egybelássa a Békés Csabai alkotókat, hogy legyen egy összkép. A Csabai Szalon című tárlat december 31-ig látható az intézmény panoráma termében. A stúdióban Csuta György festőművész, akivel tegeződni fogunk. Köszöntelek a stúdióban, szia! Szia, én is köszöntelek. Ugye a felvezetőmben említettem, hogy árzpolitikáról is lesz szó, ami nálad ez így van megfogalmazva. Amikor festek vagy rajzolok, beszélek, csak kicsit másképp, ezért, hogy megértsd fanyar hangomat, nyitott szívvel láss. Így könnyebb az alkotás útján mélyebb párbeszédet kialakítani az emberekkel? Igen, szerintem igen. Az ember, amikor alkot, akkor mindig gondol, tehát a gondolatait vetíti az ember ki a vászonra vagy a papírra, amikor rajzolok. És sokszor nagyon groteszk világot is tudok ezáltal létrehozni, és amikor az embertől olyat kérdeznek, hogy ezzel mit is akartál, meg hogy is akartál, akkor gondolkozz el, neked mi a elképzelésed, te mit látsz vele. És ezért is mondtam, hogy a szíveddel láss, és úgy értékeld a munkáimat. De így nincs egy kicsit jobban kitéve a kritikának az alkotó művész? Vagy ezek szerint ezt nagyon könnyedén veszed? Én abszolút könnyedén veszem, mert amit én leteszek, az ott marad. Most ezt lehet szeretni, lehet nem szeretni, aztán a korral, egy idő után az ember már, most már eljutottam ugye arra a korra, amikor nem akarok megfelelni senkinek, nincsenek olyan igényeim, hogy most nagyon-nagyon nagy dolgokat csináljak, csinálom a dolgomat. És ha elismerik ennek, nagyon örülök, és hagyd mondjam el, hogy elismerik, mert ez év júniusában a Csák miniszter úrtól megkaptam most azt a kitüntetést, hogy a művészeti élet pálya elismerése miniszteri kitüntetést kaptam. Úgyhogy ezek szerint azért csak
ismerik a dolgaimat, és tudnak róla. Köszönöm. Gratulálok szépen ehhez. De nem csak mint alkotóként ismerhetnek téged az emberek, hanem mint szervező, hiszen ezt most olvasnom kell, és a teljesség igénye nélkül néhány eseményt megemlítve a Békési Alkotók Klubjának vezetőjeként is tevékenykedtél, a Békési Alkotótábor szervezőjeként szintén, illetve a Csuta Nemzetközi Művésztelepet is vezetted, amely 5 évig Ausztriába volt kihelyezve, hogyha helyes az információm. Ehhez ugye nagyon sok energia, és szerintem emberszeretet is szükséges, hogy művészként, művészekkel is foglalkozzál. Te milyen indítatásból kezdtél el egyáltalán szervezni? Én hajósra jártam, vagy voltam legelőször ugye művésztelepen, és az ottani benyomás, ez még 1978-79-ben volt, és az ottani benyomásaim, és az Alföldi Albertnak, ő volt akkor a művődési ház igazgatója, ő szervezte, és az ő hozzáállása ehhez az egész szervezéshez, ehhez az egész mozgalomhoz, ez nekem nagyon tetszett. És amikor én megvásároltam a Bújai utcai alkotóházamat, akkor elhatároztam, hogy azon az alapon, ahogy a Bercitől annak idején én láttam, én is elkezdek szervezni egy művésztelepet. Persze volt ennek előzménye, mert amikor még a Művelődési Ház szervezett alkotótábort Békés-Dánfokon, annak a Lóránt János volt a művészeti vezetője, akivel én atyai jó barátságba kerültem akkor, és tőle is rengeteget tanultam. És mondom, amikor ezt a ingatlant meg tudtam venni 1992-ben, akkor ez egy nagy ház tulajdonképpen, és a barátaimmal összedugtuk a fejünket, hogy ez milyen nagy ez a ház, mit kellene ezzel kezdeni, és akkor jött az ötlet, hogy akkor művésztelepet fogok csinálni, és én rengeteg helyre, nagyon sok országban, 10-hány országban jártam már művésztelepen, rengeteg kapcsolatom van, rengeteg embert ismerek, és hála Istennek szeretnek is engem, és amikor valakit meghívok, akkor szinte, ha nincs valamilyen olyan elkötelezettsége, ahova már máshova elígérkezett, akkor ő általában el is jöttek mindig. Úgyhogy ez egy szerintem nagyon jó dolog. Hát ezt 25 évig sikerült csinálni, aztán hát ebben ennyi volt. Muszáj volt, és a csúcson hagytuk abba. Uh-huh. És hogyha a tőmondatokban, vagy csak szavakban összegezni lehetne, akkor mi szükséges a szervezéshez művészagyként? De ezt hogyan tudnád esetleg összefoglalni, hogy a szervezéshez mi és mi szükséges, ahhoz, hogy ez jól működjön? És eljusson a csúcsra? Ugye groteszk vagyok, mindig is ilyen voltam. Hát jó pofa kell hozzá, jó megjelenés kell hozzá, meg hitelesnek kell lenni az embernek. Tehát ha én valakinek valamit megígérek, akkor az úgy van. Én nem szoktam senkit átverni, és azért ezt tudják az emberek. Tehát amikor mentem szponzorok után szervezni, hogy mit akarok csinálni, és hogy támogassanak, akkor támogattak. Már most a vége fele már 50 szponzorunk volt, akik anyagilag is támogatták. Jó, nem nagy pénzekkel, de annyival pont, hogy egy 30-35 fős társaságot 2 hétig vagy 10 napig el lehessen úgy látni, hogy semmiben ne kerüljön a ide látogató művésznek ez a 2 hét vagy 10 nap. Sok oldalúságodat az is bizonyítja, hogy a Kner nyomdában is dolgoztál grafikusként. Most akkor igazából melyik áll hozzád a legközelebb, a festészet, képzőművészet, grafikai pálya? A bőriből az ember nem tud kibújni. Én Szegeden a Tömörkénybe végeztem, grafikusként végeztem, és Kopasz Márta tanárnő volt, a grafikus művész volt, aki egy ikonikus alakja volt a grafikai, ország grafikai felhozatalának, meg a tanára is, és ő nála volt, ő tartotta az órákat, a grafikai órákat, rajzórákat, és engem nagyon szeretett, és már másodikos gimis koromban állandóan én nem csuta voltam, hanem művészként voltam. És ez olyan inspirálólag hatott az emberre, hogy
ha egy ilyen nagynevű tanárnő, grafikus művész az embert művészkémnek hívja, akkor ezt komolyan kell venni, és ezt csinálni kell. Tehát ez az indítatás nagyon sokat számít. Ugye erről már egy szeletnyit megemlítettél, hogy hány fele jártál. Ugye több tanulmányutad volt olyan országokban, mint például Spanyolország, Szlovákia, Portugália, Írország, Bulgária, Kína, Románia, Szlovénia, Lengyelország, Dánia, Németország, Horvátország, Ausztria, Szerbia, Olaszország. Ezt próbáltam egy szuszra így most elmondani. Illetve 1970-től rendszeres kiállító vagy az országos kiállításokon és pályázatokon veszel részt, például országos akvarell pályázat Egerben, országos rajzverseny, kiállítás Salgótarján, szegedi táblakép, sorolhatnám még egyébként, mert van itt jó néhány kiállítás még, de ennyi országot és tájegységet megjárva, mit tudnál megfogalmazni egyébként, miért van szüksége egy alkotónak, mit tanultál az adott országokban? Rengeteget tanultam, már csak azért is, mert az ember egy más országnak az emberét ismeri meg, egy más közeget ismersz meg, és az emberektől, ugye főleg művészektől, mert azért ilyen körökbe forogtunk, vagy forogtam, nagyon sok pozitív dolgot lehet megtanulni, úgy emberileg, mint művészileg is, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. És ugye az ember rengeteg technikát fog ott megtanulni, rengeteg olyan dolgot, amit még ő nem csinált, vagy én nem csináltam. Nyilván nem máshol van majd azt, amit egy, mit tudom én, egy spanyol csinál, vagy egy dán csinál, hanem beépíti az ember a saját elképzelésébe. És ugye a másik pedig, hogy én nagyon korán kezdtem már művésztelepekre járni, és olyan anyagokat is ismertem meg, amely anyagok Magyarországon még akkor nem is léteztek. Én rengeteg kollást csináltam, és olyan ragasztókat használtam, amit nálunk lehetett kapni, ami azért nem volt igazán jó, és ott kint ragasztós pléket ismert meg az ember, meg olyan dolgokat, amit ott meg tudtam vásárolni, és azt a mai napig tudom használni. Meg lehet határozni, hogy melyik ország gondolkodása áll hozzád a legközelebb? Melyik ország? Nagyon szeretem a spanyolokat. Oda nagyon sok éve már járok, Almanyakárba, de én nekem tulajdonképpen az osztrákokkal ott is sok évet eltöltöttem, Németországba is. Kínába voltam, hát az egy külön leges világ, ami ott van. Tehát ezek az gyakorlatilag minden közel áll az emberhez, ha jól érzi magát. Ugye munkásságod után kutatva találtam rá egy jellemzésedre, amely a kísérletező, örökmozgó emberként ír le. Ugye ennyi utazás és szervezés után ezt azért nem is nehéz elképzelni. Most szervezel-e valamit? Most egy kiállításra készülünk Várkonyi Jani barátommal, meg az Ajácz Tamás bőrös iparművésszel. Csinálunk, nekünk van egy szabadalmunk, már nagyon régóta megvan ez. Tamás bőr képeket, tehát bőr alapokat készít tulajdonképpen, amit megbeszélünk, hogy milyen formában, milyen legyen, hogy legyen. És János is, meg én is festünk rá. És ebből lesz majd jövőre egy kiállításunk Hajdúszoboszlón. Időpontot még nem sikerült, mert megvolt az időpont, csak a Művelődési Háznak az igazgatója közben elment, és most van átalakulva az új program, tehát meg lesz a kiállítás, csak még az időpont nincs. Lehet tavasz eljött, majd csak ősszel lesz, de ígéretet kaptunk, hogy meg lesz. És akkor ugye 23. Csabai Szalon, amely megnyitódott a héten. Te is részt veszel ezen a kiállításon, csak úgy, mint mindig, eddig két képpel. Mit tudhatunk ezeknek a képeknek a témájáról, illetve a technikáról? A technika az egy teljesen vegyes, kever technika. Van benne ugye mindenféle festék, akril, olaj, még vízfesték is, akvarell is tulajdonképpen,
és aztán végén ez le van úgy fixálva, hogy nyilván ez időtálló legyen. Témája pedig, ugye, ahogy telik az idő, az ember mindig vissza-vissza-vissza gondol a fiatalságára, és nekem nagyon sokszor eszembe jutnak most így 70-en túl már, hogy milyen hódítások és milyen, akkor ugye csajozásnak hívtuk, voltak, és akkor ezek a női figurák, női témák előjönnek, és ugye előszeretettel azért ezeket is szoktam csinálni. Persze nem csak ez, de ide most tulajdonképpen ilyen két munkát hoztam, ahol a hölgyemények vannak. Megnyílt a Békéstályi Művészeti Társaság legújabb kiállítása. Erről következik most egy bejátszó. Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere köszöntőjében felvezette a vállalat idei választását, majd méltatta a Békéstályi Művészeti Társaság munkásságát, és elismerően beszélt a szintén a kulturális központban látható csabai szalontárlatról. A kiállítást megnyitó Csétót János művészeti író kitért a társaság tagjainak friss alkotásaira, amelyeknél számos stílus és technika figyelhető meg. Az a különös, hogy 18 alkotó van, és csak ketten nem reagáltak erre a színváltozatra, úgyhogy megmozgatta a fantáziáját, szellemizgalmat váltott ki az alkotók között. Hát rengető változatos is, találunk textilmunkát, kollázsokat, olajképeket, installációt, tárgyakból összerakva, és olajképet, ugye azt, mint említettem, és vagy pasztelt például. Úgyhogy mindenki, aki a saját művész övrén belül gondolkodik, az hozzányúlt ehhez a színhez. A Békéstályi Művészeti Társaság elnöke elmondta, hogy a kiállítás apropója két indítatásból jött létre. Mostani kiállítás tulajdonképpen hagyományosan a Magyar Festészet napja alkalmából kerül megrendezésre, és ugyancsak hagyományőrző jelleggel témának az év színét adjuk meg, ami az idén nem kizárólagos jellegű ez a színválasztás, mert hogy akinek ez a szín vagy ez a színvilág nem a sajátja, az mégsem maradjon ki, hanem tudjon bemutatkozni a festészet napja alkalmából. A 18 képzőművész 31 alkotásából álló tárlat egy hónapig látogatható a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Láthattuk a Békéstályi Művészeti Társaság új kiállításáról készült anyagunkat, és ugye ezen te is részt veszel, szintén két képpel, amelynek a címe különösen érdekes, amikor minden mindennel összefügg, és a nélkülözött cím. Miért ezeket az elnevezéseket kapták ezek az alkotások? Ezek az alkotások azért, mert ez is egy ilyen, mint mondtam, kevert technika, és bele vannak ragasztva különféle papírok és újságkivágások, és az elsőnek, aminek ugye mondtad a címét, hogy minden mindennel összefügg, az alap egy munkás cigarettának az íve, amit annak idején a nyomdába, mikor még ott dolgoztam, akkor onnan hoztam el. És hát jó, lehet 45-50 éve megvan már ez egy mappámban, ezek a ilyen, hát ezek hulladékok voltak tulajdonképpen. És ezt ragasztottam föl alapnak, és erre ragasztottam még egy pár olyan dolgot, ami összefügg a cigarettázással, így a Covid, meg a Covid alatti elhalálozások is tulajdonképpen. És a cigaretta, meg a Covid tulajdonképpen összefüggésben van, mert aki túl sokat dohányzott, annál a tüdő már nem úgy működik, és azok sokkal hamarabb megkapták a betegséget, és haltak is meg ebbe. De hát direktben nem akartam erről így beszélni. Ezek már ugye modernebb képek, tehát nem azok a konkrét rajzos dolgok, amiket ugye az előbb beszéltünk. Ez a technika tulajdonképpen a 20. században, 20. század második felébe
lett Informer néven elnevezve. A Szepesi Évidi művészettörténész írt is erről egy kritikát nekem, vagy hát egy elemzést. Ebből hagy olvassak már fel egy mondatot, mert ez így tudom a legjobban ezt elmondani. A dinamikusan érzékelt Informer festője, aki valamennyi művében áttöri a dimenzió határait, hogy minél teljesebben jelenítse meg anyagi és szellemi világunkat, kiváló színstruktúrával megoldott műveiben előszeretettel játszik a figuráció és az absztrakció közötti vékony határral, vagy éppen a kettő közötti organikus átmenettel. Ez csak egy kiragadott dolog a kritikából, amit a művészettörténész Szepesi Évid írt róla, hogy ezek a képek már ennek az Informer világnak a stílusába tartoznak. Az ember ugye nem csak a nőket festem én, hanem a műteremben szól a rádió, alapzajként kell, hogy ne tök süketben legyen az ember, nyilván zenét hallgatok, de közben hírek is vannak, és azért a hírek beragadnak az embernek a fejébe, így aztán nagyon sok képem van, ami a napi aktualitásokból is fakad. Tehát festettem én covidos képeket, festettem, mikor a migráció megindult, a rengeteg bevándorló, ugye Hol vagy Noé címmel, majd a könyvemben, a Csutaságokban ezek benne is vannak, ezek a képek, úgyhogy tehát nem tud az ember azért, annyira nem tudja kikapcsolni magát, hogy a napi életből azért ne legyenek témái. Tehát nem csak a visszaemlékezés, hanem a napi is nagyon fontos nekem. És hogy pihensz? Hogy regenerálódik egy festőművész? Csuta György, hogy regenerálódik pontosabban? Hát, hála Istennek, jól alszom. Általában 10 órakor lefekszem, reggel 6-ig alszom, és ez nekem tökéletesen elég. És indul a festészet. És indul, igen, igen, igen. És most tudhatjuk, hogy a műhelyedben milyen képek sorakoznak? Hát ott most nagyon sok kép sorakozik azért, mert csinálták a tetőt, a műteremnek a tetejét, és elfelejtettek visszahúzni, vagy 5-6 cserepet, és amikor volt az a nagy eső még tavasszal, úgy leázott, hogy le is szakadt a plafonból egy jó nagy darab, és mostanra száradt ki úgy, meg most tudtam mestereket találni, akik ezt megcsinálják. Úgyhogy most minden sorakozik, minden össze van pakolva azért, hogy menjen ez a felújítás, vagy ez a javítás. Úgyhogy most éppen az asztalomnál csak grafikákat készítek. De azt is tudhatjuk talán, vagyis akik közelebbről ismernek, hogy nem egy képen dolgozol általában, hanem több munkád van, amelyeken... Igen, igen. Hát nem igaz, hogy az ember végig tud egy üléssel egy képet csinálni. Ezt nem, én nem tudom. Vannak, akik meg tudják ezt csinálni, én nem tudom. És nekem fontos az, hogy mindig friss szemmel tudjak ránézni egy képre. Amikor festek, valahol megakadok, leveszem a festőállványról, befordítom a fal fel a műterembe. És akkor más csinálok. És amikor pár nap múlva előveszem, akkor sokszor alig kell hozzányúlnom, hogy kész legyen a kép. Tehát akkor már friss szemmel az ember látja azt, hogy hova kell még oda nyúlni. Várjuk a következő kiállításodat. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Jöjjenek a hét legfontosabb kulturális hírei. Az a kérdés, hogy mitől király a király? Mátyás király udvari bolondja egy nap bejelenti, hogy király szeretne lenni, mert szerinte sokkal jobban végezni a feladatát. Az uralkodót segítő főminisztert Lénárt László alakítja. Egy olyan érdekes szituáció áll elő, hogy egy napra a bolond, az udvari bolond megkapja a királyi feladatokat. És nekem minden ellenérzésemet le kell győznöm ahhoz, hogy őt is segítsem. Tehát nekem királyként kell tekinteni rá.
A bolondból lett király nem bír a feladattal, és minden szálat összekuszál, amelyet majd Mátyásnak kell kibogozni. Nagyon-nagyon hálás feladat, mert ő alapból egy nagyon színes karakter, ugye bolondot játszani, tehát kint, fent, lent, bent, mindent játszhatok ebben a szerepben. Mellette meg az uralkodót is eljátszhatom, tehát nagyon jó színészi feladatnak tartom. A Mátyás és a Bolond király írója és rendezője Bozsó József, aki szerepel is a darabban. A mese megírásával az volt a célja, hogy a gyerekek játékosan ismerjék meg nagy magyar királyunkat, valamint a barátság és az igazságosság fontosságát. Van benne egy találós kérdés, párbaj, és mindig kérdezgetjük, hogy mi lehet a megoldás, stb. Sőt, szerepelnek velünk a gyerekek, ugyanis alabárdosokra van szükségünk. Csináltattunk ilyen kis könnyű alabárdokat, mint ott látható a falon, azt leakasztják, és a kezükbe adják, és ruhácskájuk is van, amit rájuk adnak a gyerekekre, és két gyerek mindig fönn van, mint alabárdos. A Mátyás és a Bolond király című mesejáték szerepel majd a Lázár Ervin programban is. Ez volt a Művészbejáró. Legközelebb is várjuk Önöket magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!